jelentkeztük a honlapokat. Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkinek, egy kicsit megkésve, de jelentkezünk. Nem azon a vonaton, amire szerettem volna, vagy amire szerettem volna felszállni, mert tölt egy olyan baki, hogy egy kicsit későn keltünk fel, és lekéstük a vonatot, amivel egyébként mentünk volna. Szerencsére ment egy órával később egy másik nosztalgiás, és most azon vagyunk, és szerencsék van, hogy egyes halomba utol tudjuk ilyet, de azt, amire egyébként fel kellett volna szállnunk. 7.55-re érünk be Hegyeshalomba. Ja, egyébként itt van velem Ádám is. Elvileg 7.55-re beérünk Hegyeshalomba, 8.02-kor megy az a vonat, amivel mentünk volna. Hát igen, de talán reméljük, hogy most, tudunk szállni. Most beültünk az érkező kocsiba, mert nem erre vonatok átban felszállunk, de az érkező kocsiba elmegyünk. A sör megvan azért. Muszáj, tehát fogyasztatanunk kell ahhoz, hogy itt maradhassunk, úgyhogy... Egészségetekre. Igen, egészségetekre, és remélhetőleg majd ilyen műszős lakban a mozaiparádéról, meg így a gőzös nőtlebbé még tudunk jelentkezni. Hogyha elérjük a gőzöst, akkor majd ott bejelentkezek megint, és csinálok a videót. Most vagyunk Mosonmagyaróváron. Valahol Győr és Hegyeshalom, Mosonmagyaróváron? Aztán Mosonmagyaróváron. Befutottunk egy állomásra, csak nem tudom, hogy hol vagyunk, de... Kimre. De Hegyeshalomban szerencsék, amíg utol tudjuk érni, azt mondom, amire fel kellett volna szállnunk. Hoppá! Ott egy frigyláda, nem tudom láttátok-e, de ott volt egy frigyláda. Kicsit szarállapotok. Hát egy csöppet. Egyébként volt egy mezőtudon is, amit tegnapot láttam most félrebaszva a hűtőház mellett, mezőtudon is volt egy. Az a PFT-sek egy olyan frigyláda. Az a járkálat is vonalra, az a mezőtúri PFT-i. Hát most az a szerencsénk, hogy ez a vonat, ez giganttal megy, és 120-as a menetvonala, tehát most látjátok, hogy most nyilvánba 120-szal tépünk, a gőzös meg csak 80-nal mehet, az 1-es nohabbal. És a 21-es gigant. Igen, és a 21-es giganttal megyünk, igen. Úgyhogy végülis mi vagyunk a gyorsabbak, előbb utol fogjuk érni valahol, csak átkérdezelnek. És Hegyeshalomban lehet, hogy azért majd rohanós lesz, mert... Nem lehet, hogy most mondta, hogy 7.55-re érünk oda, úgyhogy a Tatiszre tudunk szállni. Reméljük, hogy így is lesz. Hogy a 8.02-kor megy a miénk tovább. Ezt megkíséreljük, hogy a Hegyeshalomban átszállunk arra a vonatra, amely egyébként is mennünk kellett volna. Azért az ipa, igen, az ipa plana volt reggel, hogy éppen, és éppen nem értük el, körülbelül 10 percen múlott. Mikor legyen pontosan akkor? Amikor kéne, hogy késsen, akkor nem késsen. Igen, úgyhogy... Ilyen kamerosan befutunk Hegyeshalomba, úgyhogy most el is lakom a kamerát, mert lehet, hogy rohannunk kell. De hogyha sikerült átszállnunk a vonatra, akkor majd onnan jelentkezem. Akkor még egyszer egészségetekre. Jó, akkor egészségetekre. Elkurt vasútfotókban jó lesz. És megint ezt küldik. Szálljunk fel. Ott ugye, gőzös. Jó, egyébként itt vagyunk a 424-esen, és csak így mondom a kedves részvénynek, hogy nem sokon múlt, de elértük a vonatot, amivel egyébként is mennünk kellett volna. Nem sokon múlt, de sikerült. Jó napot! Hello! Igen, megvagyunk, majd nagy nehezen megvagyunk. És igen, ezen... Erre a vonatra kellett volna eredetileg felszállnunk. Úgyhogy... És éppen hogy sikerült Hegyeshalomba utolérni. Igen, hogy itt összefutottunk. De a hanyas ülésen vagyunk, azt nem tudom, de... Nekem csak, hogy menjünk az egykezőből, azt menjünk tovább. Na, itt hagyjuk a másik vonatot. Ez sokban fog neked kerülni. Mondom, ez sokban fog neked kerülni, pont beleintegetted. Na hát, sziasztok, sikerült. Mi Hegyeshalomba utolértük a vonatot, mindjárt elhagyjuk az országot. Éppen, hát már hamarosan, igen, mert vagy már el is hagytuk, de... Hát egy kicsit futni kellett, elértük Hegyeshalomba a másik vonatot, úgyhogy most már rajta vagyunk azon, ami egyébként menni kellett volna, úgyhogy innen már meg se állunk őszűslakig. De megállunk. Hát jó, egy-két helyen, de hát most már rajta vagyunk azon a vonaton, ami lennünk kellett volna. Sikerült, elértük. Most beültünk a büfékocsiba. Szerint viszunk tovább. Kb. Ja. Ilyen tudod. Viszunk tovább. Mi más csináljuk? Most már nem eddig azt csináltok, akkor ez már a gőzöses vonat, amivel előttél mennünk kellett volna, és csak
kocsinak a belső teréről is vagy autó. Csinálok, hát az látszik, ez az érkező kocsi. Csinálj csak róla, most hogy nézzük az egy. Szerintem ugyanaz az étlap van, mint a ugyanaz, másik vonaton. Ugyanaz, mint a Pannoniában. Igen. Védőfóliát, vagy ezért a védőpultatok, akkor egyszerűen. Csak még jobb. Úgy még látszik is valami. Egészségünkre. Na akkor egészségetekre. Egészségünkre. Mit mondott Kumbéla? Be a szervezetbe. Be a szervezetbe. Azaz. Hány óra? 20 óra. Meg a VR sarkja a közötartónak. Igen. Milyen van a fának? Leve. Levele. Mondd, akik az Úristen, menj. Menj be, nekem a lassan telefonba kell eljek, hogy itt mi. Azaz. Most máshol, aki nyitja. Ja, most itt van pedig bevezér, vagy itt Jani, és a... Ismertem, nem ilyen indexfordul, most nem ilyen tősökkel egy szertesi. Azaz. Még azt használod az indexem. Persze, még azt használom. Mindenki. Nem szoktam mostanában följárni az indexet. Mi a sarkiak találkozója? Én napi szinten megnézem, még ritkában írok rá. Kúság is már olyan bang egy kicsit. Jó, nem igazából van mit írni, mert de tele van tollokkal az Index Fórum, és most a tollokkal, amit ott mozik, meg teljesen felesleges. Annyiból ez jó, hogy azért az Indexen nem sok topikot szoktam még, azt mondom szintén nap, tehát rendszeresen naponta. Például ilyen a gőzös topik, tehát ott már tényleg csak a szakavatott emberek maradtak, akik tényleg láttak gőzös, hát vezettek esetleg. Azt én nem ismerem, de hát vannak ezek a BKV-sok, meg a többi, amiket így régebben nézgettem, most már az se. És meg is álltunk. Én meg oda nem szoktam bejárni. Kint vagyunk Ausztriában. Térközi jelzőn vagy a bejárati jelző az vörös, így megálltunk. Hallatszik itt a kocsinak a generátora. De nincsen alapból vonatfűtése, így generátor le is állt. Vörös volt a jelző, nem sárga. Vörös volt a térközi jelző, nem sárga. Nem vágott az éberség. Nem, vörös a jelző. Ránk lögtek még egy szerelvény. Megkaptuk a talógépet. Meg a nosztalgia van, amit van. Megáll, meg azért, meg ránk zártak még egy szerelvény. Nem mindegy, szálljunk fel, ameddig még vörös a jelző. Na, Termizben vagyunk, elvileg, nem ugye megzeltjük. Bűzös Termizbe. Bűzös lakba. Nem, Termizben vagyunk, úgyhogy te oda megy. De a gőzös bűzös lakba megy. Na, akkor is Termizben vagyunk. Ja, meg megkaptuk igen azért az osztrák nosz is menetet is. És ma a Szemeringi vasúton vagyunk, hamarosan megérkezünk bűzös lakba. Nézzetek szét, meg 3 percet fogunk itt állni. És végre egy kis oxigén. Üzensz valamit a nézőknek? Üdvözlet mindenkinek Ternicből, Ausztriából. Sziasztok! Külföldi járban vagyunk még mindig. Osztrákiába. Igen, Osztrákiába. Azon belül Ternicvárosban. Egyébként meg a szalonkocsiba itt látszik mögötted. Szalonkocsiba vagyunk. Igen. Szokásos sörözünk. És még nem ittük a jó öreg osztrák sörözünk. Hát azt még nem. Na majd ott hívlak, hogy nekem azt hiszem. És ott jön egyet itt.
van a plakot. Igen, azaz. Я уже пошел, я уже пошел.
Hát, hát most a WC németül is WC szerintem. Ja? Igen. Köszönjük szépen. Így néz ki egy gőzös konyhája, és itt a kazán. Tessék, megmutatom nektek. Így néz ki egy gőzös kazánja. Nem tudom, milyen gőzös ez. Nem tudom, de megmutattam, hogy néz ki a kazán. Viszont ha magunk is feljöttünk ide, itt meg van egy térkép, hogy hol vagyunk. Ja nem, ez nem az. Auschwitz. Budapest, Auschwitz, na majd oda is megyek, de az majd egy később videó témája lesz. De ott van Debrecen. Debrecen is van. Szeged, Makú. Zágráb. Budapest is ott mutatja, mert Hitler vitte a zsidókat. De még mi Debrecenbe is vittem meg, ez is Sepsiszentgyörgyön. Meg az Auschwitz a központ. Ja, meg ott van Varsó is, igen, oda is fogok menni. Szerintem azt mutatja, hogy ja, lehet. Melyik vonalkon vitte Hitler a ideiket, a zsidókat. Jó, hogy ezt vittek el, na. Ez így megy ám körbe. Jó, olyan, mint hogyha menne a vonat. Nyomassad. Visszafelé. Megváltozott a menet irány. Második vágányon tolatás történik, most már nem kell vigyázni. Körébelül. De ez a, tudod, mint a rajzmű, amikor mennek a kocsiba, akkor a háttér mindig ugyanaz a két ház van benne. Régen a flúgos futamban volt mindig, azt mennek, az mindig ugyanaz a két ház. Még a Freddy és Bames ugyanígy volt, hogy ugyanaz a két ház ment mindig. És fordulni kellett a háttérrel. Hát. Na, vonatpótló indul a második vágányról. Cigi vásárlás, no, nagy nehezen sikerült az automatából. Ja. Nem volt egyszerű, de valahogy megoldottuk. Jó, hogy tudok egy kicsit németül. Hát igen, én meg sem ennyire. Akkor menjünk, nézzünk szét a városba. Most egyébként Műszűslakban vagyunk. Ezt én már jártam erre még pár évvel korábban. Nézzétek, napja, kijöttünk Műszűslakba, rögtön leszakadt az ég, tehát igen, a jó formánk az megvan, de bemenekültünk ide egy kocsmába. Meg a többi nohavos is. Ilyen sört iszunk. És hát nézzétek, micsoda hely, még vizezik a sört. Egészségetekre. Ide se jövünk, többet vizezik a sört. Hát akkor most egy kicsit rikálítok, koppintok, de sörvlog lesz. Ameddig esik az eső, addig nagyon úgyse tudom mit csinálni, de lassan úgy tépe, hogy kezd el állni, de szerintem mit szólsz, hogy eddig összekezd van mai napot, mit gondolsz? Kész jó. Még nem valami jól kezdődött azzal, hogy lekéstük a vonatot, de aztán viszont elcsére sikerült Hegyesalomba utolérni. Igen, és aztán utána meg már jöttünk a gőzössel, csináltam sok videót a Szemeringi vasútról. És akkor a Mürtoszlágban éppen sörözünk. Hát igen, de lassan úgy, nézzétek meg, itt vagyok egyiket az óvárosban, csak és most fog elállni az eső, de bemenekültünk ide a, hát itt a sörsátor alá. Menekültünk sörözni. Igen, úgyhogy ezt a sört megisszuk, aztán megyünk tovább városnézni, plusz még visszanézünk a parádéla, és egyet ott is csináltam még videót, de még oda visszanézünk, mert szerintem azt a retro magont azt meg kéne próbálni, ezért ott is meginni egy sört.
meg ott, oda még hátra elmenni. Szerintem ott még egy-két kiállított mozdony van. Kabóki mi már lájkolta a kiírásomat, ja, mi miért szóban vagyunk. Igen, és szerintem oda vitték hátra a Novapot meg a 424-est is, de szerintem azt is meg tudjuk majd nézni, hogyha ott visszamegyünk. De van még vagy három óránk a vonatig vissza. Igen, felé van Viktor, hogy mikor indul vissza pontosan a vonat. Aztán meg még egy 7 órás vonatutunk lesz. Visszafele, úgyhogy szép lesz ez így. De hát akkor sörvok, egészségetekre. És egyébként műtő is tagad a Szebelinki vasútnak a végállomása. De majd visszaúrtad és fogok videót csinálni, úgyhogy milyen nő, de jó. Látjátok, hogy én is itt vagyok, úgyhogy sziasztok. Hát akkor lassan jelentkezünk, és az a nagy helyzet, hogy mindjárt indul vissza a vonatunk, de ennyire rákezdett az eső, plusz befújja a szél a sátor alá is. Úgyhogy most már átok van húzod az eső elől, és még a sörömet is vizezik. Azt nézzétek meg, mi vizezik a sörömet. Nem tudok hova menni. Itt vagyunk a sátor alatt, de befújja a szél ide az esőt. Indul vissza a vonatunk, vissza kell menni az állomásra. Amikor körülbelül 10 perc. Igen, amikor körülbelül 10 percre van innen. Tehát ha nem áll az eső, akkor is el kell indulnunk. Úgyhogy... Sampon meg tussodőn. Ez az... Ja, igen, körülbelül, de... Mi mindenki megyünk az esőbe, körülbelül 3 másodperc alatt fogunk teljesen szarrázni, úgyhogy mindegy. Utána már mindegy, mert jobban nem tudom megázni. Ott egy noha. Telefon már szarrázott. Úgyhogy... Én azt elpakoltam. Sátor alatt van. Nekem csak a sörömet vizezi. A kamerát azt meg így fogom kézzel, hogy ne állzon szét, úgyhogy csak lássátok, hogy mi a helyzet. Fényképezőt meg már elpakoltam, hogy ne állzon szarra. És közben fényképeznek is leadás onnan fentről, jó erős vakuval. Szarrázósok már úgyse volt legalább egy hónapja. Na majd most lesz. Hát akkor... Sziasztok, üdv minden morcoslagból. Szakadó eső. Igen, szakadó eső. Körülbelül itt van Ádám is. Hát és most várunk, de hát... Na most előtt tovább még tudunk várni, de körülbelül 20 perc múlva indulnunk el, hogyha akarjuk ilyen a vonatot, úgyhogy nincs pese. Most szerintem a vonattól fog legközelebb jelentkezni. Jól megázva. Szarázom, hogy jó. Szerintem kívülbelül el fogunk mázni. Tartok tőle. Kívül is meg belül is. Valószínű egyébként. Sziasztok, akkor ez... Szerintem ez most ennyi, mert a kamera is szarrázik mindjárt, úgyhogy most abba hagyjuk. Sziasztok, megérkeztünk a műszőslagi állomásra. Jó szarráz, mindig szakad az eső. Itt vagyunk. Nézzétek meg, de ugye meg is mutatom. Szerintem hallatszik is. Igen, és hallatszik is, hogy esik az eső. És ennyi. Rajtam is látszik, hogy az észarráztam. Rajtam is egy kicsit, igen. Ugye a bordó pólóból. Hát, kicsit igen. Vizes. Hát megnézzétek meg, tehát igazából ennyi. Csak úgy nagyjából 3 liter víz van így bennem. Amit húzolok magammal. Körülbelül. Úgyhogy még a kabinát sikerült időben kimenekítenem a hadszintéről. Úgyhogy most pont bennállom a tető alatt, csak azért tudok itt filmezni. Egyébként még mindig szakad az eső. De ennél jobban nem tudok megállni, de tessék, nézzétek meg, tehát ott. Ott nagyon jól látszik, hogy... Magyarországon. És jön vissza a busz. Viszont van még negyed óra. Ez meg tolatlan. Ilyen busz még úgyse láttatok. Petra. Egyébként ez meg a műszőslagi vasútállomás. Nakaváró terme, csak alig tudok már lépkedni is, mert összeben becsúszik itt a... De hát akkor majd jelentkezek a vonatról. Sziasztok!
ezzel már gőzös. És itt a másik élmény van. A szintén nosztalgiás. Ott az ország. Az ország már régen elhagyott. Jaj, nem tudom, ez legyen is. És ott a dolgok Egyébként most írtunk minket, ugyanek majd utalunk. Munkám ez van. De nem megállszunk, ha nem szorrázunk. De elértük a vonatot. Ahol nézzétek a sziszit. Azaz. Ez nem sziszi. Akkor mi? Nem, és azok a kicsatákat szemben, azok sziszi, nem? 1141-es villany. Hogy néz ki ez a kamera, és ez is kapott ezért tiszta ezért. Nem. Tiszta vettek a lencse, ezt is meg kell takarítani. Úgyhogy, na látod, azt jól teszed. Úgyhogy, kívülről már lelászunk most. Most dolgozunk azon, hogy belülről is lelázzunk. Úgyhogy, a videós kollega elmert cserél. Előbb-utóbb ez is meg lesz, hogy belülről is el fogunk ázni, nem csak kívülről. Ja, és a lencsét meg fogom takarítani, és akkor... És megállunk az alagútba, tehát ilyen. És azt mondja a kamera, hogy túl sötét van, vagy nem nyitott vele az objektív védőt, de az nem annyit van, úgyhogy... Nem vagyunk az alagút közöttünk. És megálltunk az alagútban. Csak másik volt, hogy jöjjön most, de... Nem, másik vonat nem fog jönni, mert itt az életem. Most helyesen megyünk, nem helyre. Igen, de. Másik oldalt vonunk, másik. Igen, mert idefele helytelenbe jöttünk. Igen. Figyeltem, elég hosszan helytelenbe jöttünk. Igen. Nem semmi, és mégis megálltunk az alagútba. Akkor a szemerégi állomásról valami gyakorlatilag. Másképp nem álltunk ilyen helyre. 31-es. Szelvény. És igen, megálltunk az alagútba. Ebben ezért bekormol a gőzös. Jó, de hát ha bekormol a gőzös ide az alagútba nekünk, akkor nem lesz levegünk. Lenni lesz? Csak megdöbbünk a picsába. Ja. Nem baj, 4-24-es füstjétől megdöbleni az a legszebb halál. De ott is van, igen, szemelvénk, akár ahogy gondoljátok, és ott volt az alagút, amiből 5 percet álltunk eddig. Most legalább az alagútból kijöttünk, és beengedtek minket az állomásra. A jelző még mindig vörös, tehát még egy odabig nem megyünk. Megyünk, de szerintem megyünk, igen, úgyhogy szálljunk fel. Na akkor most indulunk Semmeringről. Úgyhogy ha szállunk is fel, Feli bá is integet, úgyhogy szálljunk fel. Úgyhogy leszok. Utazunk tovább. Úgyhogy egy olyan körülbelül 20 perces késéssel, de megyünk tovább. Már egy olyan képet, hogy én nem csinálni egyet, úgyhogy mind a három mozdony benne van. Akkor legyen benne a vlogba is, hogy egészségetekre. Aminek egészségére. Igen, egészségetekre. Egészségetekre. Jó elásztok. Igen, és akkor... És mondja el a Béla is. Igen. És akkor Béláim, gondolkodjunk. Béla megkapta a 6. sört, ha megkaptunk pluszba. Egészségedre. Igen. Hát akkor igen, akkor Béla is legyen benne a vlogba. Igen, meg Anna is legyen benne. Igen. Igen. Egészség. Igen, és akkor ahogy Kun Béla mondta, be a szervezetbe. És
még mindig a vonaton vagyunk, mindig a bűnkocsiban, és még mindig bűzös lakból jövünk haza. És még mindig Ausztriában vagyunk. Igen, és mindig Ausztriában vagyunk. Van rajtunk vagy 20 perc késés, legalább. Ha nem több. Azóta már lehet, hogy felszettünk még egy keveset. Igen, itt van Imi is, meg Eszter. A dohabosokkal mindig találkozunk. A dohabosokkal jönnek a bűnkocsiból. Igen, persze. Úgyhogy... Vörös volt a bárca, nem sárga, úgy megmozlok ezért a picsába. Hogy 100 nohabnak 50 a fele. Ha elindul a nohab, a Dani szíve majd megszakad. Oh. Még inkább énekelj, mint fel a másszál, valóban az jobban megy. Legább a helikopter nem viszont. De akkor már is azért hull a fotós a fáról, nohab indul uzsáról, sej, haj, nohab mentő helikopter. Szóval mi az az aggregátor? Szóval mi azik az aggregátor? Igen, meg itt a benzint, most adok neki rá. Hosszadik szét a vonatot? Itt. Na akkor jól sejtettük. Teherfájúrban. Igen. Ilyen rendezőfájúrban, mint Fradi. Nézd, hogy mennyi konténer van itt mindenfel. Ja. És még röpülő is. A Dezirok sem lejárkáltak annak idején tankolni, sőt még le is járnak most. A mai napig is lejárnak, úgyhogy az utolsó vonatok mennek le Kecskemétre tankolni. De az érdekes volt, július 2-án megint vágányzálva a 142-es vonalon, 2-3 hétig. Na mert kellenek a motorkocsik. Sőt, volt 2005-ig egy időszak, amikor vágányzálva sokáig, az is elkívódóan le is szerelték a sonokókat. Volt egy időszak, hogy leszerelték a félsonokókat, ráhúztak egy fekete zacskót, sonokókat leszerelték, és ki volt éve, hogy vízben megváltozott, és a jelzőt irányításon. Egészség. Na hát itt vagyunk közben Hegyeshalomba, visszaérkeztünk Magyarföldre. Az egyes nohabot látjátok. Mögötte a kőzös. 247, ez 424. Ugye száll a 424, ahogy a sláger is mondja. Igen, ez pedig a nohab, nyilván. És a nohab barátok is jönnek, itt van Imi. Köszönöm. 247-es gőzös, ez az egyetlen működőképes 424-es. És itt pedig az eredményjelző, ami pont a mi vonatunkat nem mutatják. De ő a gőzös, tehát most így gyorsan fel is tudtam nézni. De mivel mindjárt indulunk, azért most inkább visszamegyek a helyemre, mert visszaszállok a vonatra. És egyébként már éppen megy le a nap, tehát így naplementére Hegyeshalomba meg is érkeztünk. Most már Magyarföldön. Nézzük meg, hát itt van Hegyeshalom. És ott áll bent a 307-es Dacia. Na azt mindjárt is kapjuk. Ja, és vissza is kell szállni, mert mindjárt indul vissza a vonat. Úgyhogy én majd lehet, hogy később fogok jelentkezni. Ja, na megy a felvétel, mindjárt Győrbe vagyunk. Sörkan, Győrbe vagyunk. Igen, na most érünk be Győrbe, de... És itt nagyon sok kék óra van. Kék óra. Szép van körülbelül. Milyen szép a táj, igen. Sőt, 3/4-10. Igen. De ha össze kéne foglalni a mai napot, akkor mit mondanál rá? Kurva jó volt a mai nap is. Igen. Azt leszem, hogy vagy szarráztunk. Igen, és egyébként volt benne minden. És de sétálni akkor kell, amikor jól is. Igen. És nem volt eseménytelen. Az biztos, hogy jól érzem. Egy messzi sem, viszont megértem, mert tényleg. Megértem, mert nagyon jól érzem. Nagyon jó nap volt. Sziasztok, lassan megérkezünk. De most ilyen Kelenföld környékén lehetünk, és van rajtunk egy olyan, hát majdnem egy óra késés. Éppen régen otthon kéne lennünk, és ahhoz képest még mindig a vonaton ülünk. Sziasztok!
Igen, tehát hamarosan megérkezünk, és innen már csak azok elmentünk, úgyhogy... Sziasztok! És itt volt, és akkor ez zárókétnek, ez még akarjuk, most ezt mindjárt leszem a vonaton, haza megyünk. És akkor sziasztok, de még Ádám is üzenni akar nektek valamit, úgyhogy majd mindjárt meghallgatjuk, hogy mi szeretne mondani. Jó éjszakát mindenkinek, egészségetekre, sziasztok! Akkor mindent hallottatok, sziasztok!